Az infláció elleni kormányzati küzdelem már jó ideje megkezdődött, de ennek eredményei most fognak megmutatkozni. El fogjuk érni, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció. Az inflációt a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók lökték az egekbe. A kormány együttműködve a jegybankkal közösen harcol annak érdekében, hogy letörje az inflációt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján elmondható, hogy az infláció az év első hónapjában 25% fölé szökött, ugyanakkor várakozásaink szerint itt tetőzik majd az infláció. A januári adatot még fűtötte az üzemanyagárstop kivezetése, biztató azonban, hogy az élelmiszerek inflációjánál fordulatot láttunk, csökkenő pályára állt. A kormány gazdaságpolitikai lépései be fognak érni, a globális kínálati sok enyhül. Így a következő hónapokban meg fog indulni az infláció mértékének csökkenése. Minél gyorsabban sikerül az inflációt leszorítani, annál nagyobb lehet idén a reálbéremelkedés. Hangsúlyozzuk, a kormány addig fog küzdeni, amíg az infláció egy számjegyűre nem csökken.